Elérkezett a karácsony, a szeretet ünnepe. Évszázados hagyomány, hogy az emberek ajándékokkal kedveskednek egymásnak az év emelek sötétebb időszakában. Sokan a saját készítésű ajándékokat tartják a legszemélyesebbnek, mivel a 3D nyomtatás, mint additív technológia lehetővé teszi, hogy kreativitásunkat szabadon engedve valami egyedit alkossunk, természetesen ajándékok készítésére is bevethető, elég csak egy ötlet. Sőt, karácsonyfánk ékét is megálmodhatjuk és lemodellezhetjük magunk, a többit pedig bízzuk nyugodtan a 3D nyomtatóra. A jó ajándék egyedi. A jó ajándék dizájnos. A jó ajándék hasznos. A 3D nyomtatásnak megvan az az előnye a hagyományos nyomtatókkal szemben, hogy térbeli tárgyat készít. Bármekkora evidencia ez, a legtöbben bele sem gondolnak abba, mekkora fegyvertény ez azoknak, akik a fizikai világban megtapasztalt élőlények és tárgyak formájáról csak tapintás általi érzetek segítségével alkothatnak fogalmat. Akik számára ez vizualitás, hivatkozási és tájékozódási pont. Akik nem rendelkeznek a látás képességével. Számukra csodálatos ajándék lehet egy olyan 3D nyomtatott francia kártyapakli, amely a Braille íráshoz hasonlóan a 3D nyomtatás sajátszerűsége által térben jeleníti meg a francia kártya vizuális világát és az adott kártya informatív tartalmát. A francia kártya keresztény ikonográfiában gyökerező vizuális világa viszonylag könnyen átültethető, mindössze két színre. Eleve igen sok pakli van forgalomban, amely minimalista dizájnt alkalmaz, és az eredeti pakliban is csak az értékesebb kártyák, a színesebbek. Választásunk a szalonok eleganciáját idéző arany és fekete színekre esett. Két színre redukálva, és a modellek megfelelő optimalizálásával az egész pakli kinyomtatható akár kizárólag OBFBM nyomtatók használatával is. Néhány selejtet azért számolnunk kell, de a költségek így is viszonylag alacsonyan tartatóak. A felbontások pedig tapintás esetén sokkal kisebb jelentőséggel rendelkeznek, mint a vizuális esztétika esetében. Azáltal, hogy a lapok kitapinthatóak, látássérültek is használhatják, hiszen érzékelni tudják a dombozati alakzatok által, hogy éppen milyen lapokat tartanak a kezükben, vagy mi található az asztalon. A paklihoz természetesen stílusban hozzájelő csavaros tetejű tartott dobozka is dukál, így azt is arany és fekete filamentek használatával a dizájnban a paklihoz illeszkedve tervezzük és valósítjuk meg. A tűrésekre érdemes figyelni, hogy a tartóban paklin előtyögjön, de ne is szoruljon torságosan. Nehogy sérüljenek a kártyalapok. A tartót modulárisan készítettük el, ha esetleg több pakli is készülne, több tartót is lehessen egymásra illeszteni igény szerint. Az egyediség záloga az általunk készített ajándék, míg a személyességet biztosíthatja egy a megajándékozott értékrendjére, ízlésére jellemző motívum. Például egy kép arról, amit vagy akit szeret. Legyen az akár szerény személyünk, a kutyája vagy rajongása egyéb tárgya. A karácsony meghittségéhez hozzájárul, ha a kép ünnepi motívumként világít is. Ilyen a hátsó fényforrás által megvilágított, rendszerint nagyon vékony porcelánból vagy műanyagból készített litofán is, amely 3D nyomtatással is megvalósítható, épp úgy, mint marással vagy fröccsöntéssel. A folyamat lényegében igen egyszerű. Az általunk választott képet feltöltjük az ingyenes online rendszerbe, amely monokrom nyomtatható STL fájlt készít belőle. A monokrom skála árnyalatait alakítja mélység információkkal a szoftver. A legvékonyabb, leginkább áttetsző réteg értelemszerűen a fehér, míg a legvastagabb a fekete, amelyen semennyire nem süt át a mögötte található fényforrás, ami esetünkben egy LED lámpa fénye. A rendszer 255 szintet különböztet meg, ezt értelmezi a 3D nyomtató a gyártási folyamat során. Utómunkára lényegében nincs szükség, a kapott 3D modell egyből nyomtatható. Ugyanakkor lehetőségünk van kézzel szabadon hozzáférhető 3D modellező szoftver segítségével is elkészíteni egy litofán változatot a képekből. Az ünnep emelkedett hangulatához illeszkedve és a variabilitás érdekében RGB-ledet használunk, hogy a fényforrás színe tetszőlegesen állítható egy távkapcsoló segítségével.
A LED alacsony teljesítmény miatt a hőtermelése is igen elhanyagolható, így nincs szükség ragaszkodni a jóval drágább, nagyobb hőtűrésű alapanyagok, például a PIK használatára, amelyek ipari 3D nyomtatókat igényelnek. Miután a nyomtatás elkészült, már csak az összeszerelés következik. Külön megvásárolt elektronikát beépíthetjük az általunk előállított litofán modellbe, majd következhet a próba. Képtartó tervezésén figyelembe kellett venni az RGB ledek foglalatát és a képek méretét. Tűrések itt is nagyon fontosak. Design bármilyen egyedi alakzat forma lehet, arra viszont figyeljünk, hogy maradjon nyílás felül, amint távozni tud a keletkezett hő, amennyiben mégis egy hagyományos izzó kerülne a foglalatba. A karácsony talán legismertebb szimbóluma, a karácsonyfa több ezer éves, még a kereszténység előtti múltra visszatekintő motívum, amely napjainkban is hirdeti a díszítettség és a csillogás, a fény motívumain keresztül a szívmelengető meghittség és szeretet győzelmét, akkor, amikor a természet éves ciklusában a legnagyobb a sötétség. A 3D nyomtatás segítségül hívva saját magunk is megtervezhetjük annak ékességeit, ezáltal egyedivé és személyesebbé téve karácsonyfánkat. Mivel a díszeknél illik arra törekednünk, hogy az esztétikum elsőbbséget élvezzem, a választott szálhozásos technológia sajátosságai miatt célszerűt kerülnünk a 45 foknál laposabb szögek használatát a modellek felületeinél. Létezik olyan algoritmus, amely automatikusan átalakítja a modell szerkezetét, például a Voronoi mintát alkalmaz a 3D modellre, hogy az költséghatékonyan nyomtatható és illik az ünnepi esztétikához. Nyomtatás tehát kiválóan alkalmas az ünnep személyesebbé, egyedibbé tételére, hiszen sajátos tulajdonsága, hogy a segítségével személyre szabható vagy teljesen egyedi ajándékokat hozhatunk létre, ötvözve a saját készítésű ajándékok bensőségességét a csúcs technológiás kivitelezés profizmusával. Boldog karácsonyt kíván a PTE 3D nyomtatási és vizualizációs központ!